Szevasztok, szép jó estét, Gábor vagyok, és a Tech Barátot nézitek. Folytatjuk a Sniper Edittel. Gyorsan bele is vágok, mert rohadt nagy késésben, meg csúszásban vagyok. Ezer bocsánat, de közben jöttek dolgok. Úgyhogy hát lehet, hogy most egy picit ilyen rövidítettebb Sniper Edit, meg rövidítettebb FIFA 20 lesz, de igazából a hangsúly ugye a héten az nem is ezeken a játékokon van, ezeken is, mert nyilván van, aki szereti ezt is, többek között én magam is. Hanem ugye holnap este 8-kor készítsétek magatokat, a szemeiteket, a szátokat, mindent, hogy ne maradjon tátva, még nyitva, mert hogy a Mafia Definitive Edition fog bemutatkozni. Hát remélhetőleg megkapom a kulcsot, amit ugye megvettem. És ugye holnap fog megjelenni, tehát elvileg holnap meg is kapom a kulcsot, és föl tudom tölteni, vagy le tudom tölteni, és aztán föl tudom egyből nektek tölteni. Na gyorsan folytassuk a Sniper Editet, mert ahogyan mondtam, most egy kicsit sietősebbre vesszük a figurát. Nem tudom igazából, hogy hol tartottam pontosan. De hogy ez egy... Hogy volt? Mi volt? Mi? Ja, a gyorlövészeket kellett... Ja, ezek alcélok, aha. Csak most azt nem értem, hogy miért nem menekülök ki. Tehát miért kell nekem az alcélt megcsinálnom, amikor... Amikor... Vagy meghaltam volna, az én? Vagy mi van? Most ezt nem értem. Ja igen, mert erre jöttem. Én ezt nem fejeztem be. Na figyeljetek, azt a te eltalálom. Nem tudom, bassz meg nem. Pedig ott lóg ki a feje. De itt meg ez meg nem tud-e ízén patkán fölmászni. Ó, Istenem. Te béna vagy, öregem. Pedig látom, hogy ott vagy. Nem. Na, elment? Basszus. Ajaj. Új. Igen, az ott beosont. Cél teljesítve. Ja, igen, a harmadik. Ja, mert a harmadik az ott volt. Igen. Jó. És kimenekültem a... Nem menekültem ki a... Az alcél áll... Hogy mi a tökömhöz? De elmenekültem, nem? Én úgy emlékszem, hogy elmenekültem. Mindig, akkor most elmenekülök. Hát dehogy nem. Ja de, hát itt nem volt semmi. Nem volt ember sem. Azt hiszem itt végigrohantam, nem? Ó, bazd meg. Ah, picsa. De... Ja, nem, jó, akkor... Pedig emlékszem, hogy lementem az alagútba. Tehát ez most ezt... Mi van? Hol van? Mi van, ha így futok? Mondjuk az a baj, hogy ilyen faltól falig tudok futni. Most nem tudom, hogy jön nekem majd mögém. Megúrottam. Mi? Micsoda? Hát mindig ugyanígy nézek ki, tehát vagy mindig szarul nézek ki, vagy mindig hülyén nézek ki, de szerintem inkább mindig szarul. De azért köszi.
Folytat. De most komolyan nem mentettem el. Tehát emlékszem, hogy... Igen. Igen. April 25th, 19. Jó, nem érdekel. Igen, és akkor... Hát ez nekem... Na mindegy. Itt már egyszer voltam, nem? Na várjál. Ja, nem, na ezt a... Igen, ezt a térképet nem láttam még. Akkor jó, akkor... Nem, akkor nem kezdtem el ezt az új pályát. Ezek szerint. Na mindegy. Itt nem mindegy, nem tudom, ilyen... Fura érzésem van, tehát hogy minthogyha befejeztem volna a pályát, de erre ugyanakkor meg már nem emlékszem, tehát hogy... Lehet, hogy nem néztem meg a mappot. Na mindegy. Nyomassuk. Mit kell? Benfentes információ. Térképeden bejelöltünk 3 NKVD motorbiciklis futárindulás idejét és útját. Kapd el őket minden áron. Hú, bazd meg. Az elsőt kéne elkapni. És ő mikor? 13 óra 5-kor indul. És mennyi most az idő? Mi bazd meg? Az... Ho-ho-ho-ho! Júj-júj! Nincs sok időm, mindegy, szaladjunk oda. Azt mondja, hogy... annyira, hogy a kereső őrjáratok izé itt vannak, mert... Ez az. Ez nem tudom, hogy ez motoros rendőr lesz-e, vagy... Szólj meg. Mert már elő... Bon, én nem vettem fel a izét. Mindegy, ezzel tolom végig. Na, hol vagyunk? És akkor az egyes, az... Ó, bazzeg, az ott kéne legyen valahol. Na mindegy, itt van izé. Fölvesszük akkor. Új. Az kettő. Ez az gyönyörű szép. Kettő az egyben, így van. Nem, azért szórakozunk itt. Pazaroljuk a töltényt. Gyerünk. Na ott a motoros. Szerintem az a mocis lesz. Nem. Tíz töltény, hát az rohadtul nem sok. Na hol van? Hát de már itt vagyok ezzel szemben. Hol lehet a... De már a motorossal szembe vagyok elvileg. Ebben meg nem tudok átmenni. Nem áll.
hol vannak? Picsába az el fog indulni. A fenébe. Jó, föl kellett volna venni előbb a izéket. Aj, hülye vagyok, gyúgyó vagyok. A fenében. Jó. Hát eleve elfelejtettem itt a... Igen, itt az elején itt van a... Igen, egy kevés töltényt ugye itt föl kellett volna vennem, mert ezt mindig elfelejtem. Hát akkor menjünk oda a kettes motorhoz. De kezdjük akkor a kettessel. Nekem az is jó, van pisztolyom? Van pisztolyom is. Azt, de szép fejes, azt. Ezt miért nem nyomta lassítottban? Azért én úgy gondoltam, hogy ez mondjuk itt megért volna egy szevaszarni. Miz újság. Most éppen elbuktam már ezt a rohadék küldetést. Na, azt most akkor nem lövöm ki. Egy hídő? Nem. Na, az ott például nem... Jó, most akkor kevesebben jöttek, tehát elvileg... Oké, akkor keressük meg a motoros... Na, hol áll a motoros izé? Járőr. Na, hogy be kell kanyarodnom, és ott lesz majd valahol itt. Igen. Most meg kéne ide osonni elvileg, és szerintem most tök mindegy, hogy milyen sorrendben, illetve nem tök mindegy, de... Hát itt nincs senki például. Jó, azt megpróbáljuk izével lelőni, majd pisztollyal. Hogyha éppen hátat fordít, és oda osonok, és megpróbálom hátba lőni. Igazán bátran, férfias módon. Hát hogy máshogy, hát nyilván a háborúban így kell. És az a kérdés, hogy itt írja, hogy 13-10, de hát itt nincsen motor. Ott volt egy motor, itt most ide fog majd teleportálni egy motor, vagy mi? Mert itt vagyok konkrétan, és itt nem látok semmit. Ah, nem, menj, gyere már, gyere, bazd meg. Gyerünk már!
Mi a véleményem, hogy szóval ez az Atletico... Ó, bazd meg, most ezt újra kell kezdenem. Én lehet, hogy ma nem fogok sokat sniper editezni, mert most ezt valahogy ez nekem nem adja. Szóval ez a izében, azt tudom. Hát illetve már így pletykálták, de ugye azt is tudom, hogy most már ez biztossá vált. Hát, igazából nem meglepő. Most azon gondolkodom, hogy mi van akkor, hogyha a másik irányba megyek. Sajnálom, mert ugye sokan, tehát nem rossz játékos. Jó, ott megyünk el. Bocsánat, csak közben figyelek. Tehát nem rossz játékos ő, de szerintem már túl van a fénykorán. Tehát én valahogy annyira nem sajnálom. Tehát, hogy tudom, hogy csomóan ki vannak akadva, hogy úgy tönkredezik a balsz, de hát fiatalítani kell bakker. Tehát így föl kell fogni, és igazából a Messi-t kb. Csak a neve miatt nem, de azért most már Messi is hajlamos arra, hogy főleg, hogyha nem megy a csapatnak, vagy olyan izé, akkor ő nagyon hamar tud demotivált lenni. Tehát... Csak hát azért még Messi, ez mégiscsak Messi, úgyhogy nyilván, tehát őt még úgy meghagyják, de szerintem a többi több pont ezért nem sajnálják, hogy meg 33 évesen egy csomó lóvét elvisz, eleve a fiatalabbak azok szerintem jobban akarnak bizonyítani a Barszában. Lehet, hogy nem fog most egy-két évig olyan jól menni, vagy úgy összeállni a csapat, az is igaz. De szerintem jók lesznek a jelöltek. Most az a kérdés, hogy itt ki a pöcsöm van, vagy itt vannak-e egyáltalán. De mi, egy benfentes, igen, tényleg bejelentek a 3 NKVD motorbizik is. Hát ezt a háti táskáján találtam el, de mindegy. Na, és akkor az egyes az elvileg itt fog majd jönni a motorjával, de hát akkor... Jó, hát akkor várjuk meg mondjuk, amíg a motorral elindul. Ott jön egy másik kópé. Ez már szépen szembe kapta, ez oda a szemei közé, így van. Nézd már, jön még egy. Kapja ez is. De lehet, hogy megint elbaszom, mert nem... Oldalról, picsába. Mindig megvárom itt a motort. Ha csak nem jön valaki itt oldalba. Ha mentsünk egyet, nem tudom, hogy egyet, na mindegy. Ugye elvileg itt fog jönni a motoros. Most azt nem értem, hogy lehet, hogy akkor még valahova, még távolabb kéne menni. Tehát, hogy nem kéne összetalálkozni senkit sem lelőni egészen addig, amíg a motorosokkal nem találkozom. Nem mindjárt kiderül. De most elvileg eddig ugye nem írja azt. És hogy arra jön majd az egyik motoros, utána át kell szaladni majd a... Hát igen, ezen az utcán átszaladunk. És mindjárt óra 5, mindjárt 13 óra 5 van.
Sehol senki. Hát igen, szerintem most ez csak egy ilyen... Megpróbálom ezt a mission most megcsinálni, és utána inkább egy kis FIFA-t tolok, majd ilyen rövidítettebb. Úgyis holnap lesz az igazi. Most nem akarok nagyon hangoskodni, kaptam egy levelet, de nem tudom, hogy igazából kitől, ami kézzel írt valami, hogy hívjam föl, mert fontos. De mondjuk nem hiszem, hogy hát csak nem voltam hangos. Meg hát azért általában az élők azok, mit tudom én, 10-kor véget érnek, tehát ezért 10-ig nehogy már... Na mindegy. De mindegy, most azért biztos, ami biztos, annyira nem fogok üvöltözni. Legalábbis próbálok kevésbé, de majd a FIFA-n azon majd igen. Na gyerünk, óra 5 van mindjárt. Na nézzük a motorost. Remélem nem fog gyorsan jönni, vagy ilyesmi, hogy ilyen ezerrel hirtelen bevágódik a motor, mert akkor rábasztam. Igen, jó. Na, de figyelünk. Az igen. Командир. Командир, у нас там проклятый снайпер. Прочувствовал покла. Most, igen, most ott van az a hely, igen. Most a kérdés, hogy onnan hol fog indulni motor? Tehát ezt... Igen, ez meglepő módon most egész sok headshotot osztottam amúgy ki, de szerintem ez csak a véletlen műve. Mi van? Hány óra van? Nincs. Óra 10. Na, még az odébb van. De úgy tűnik, hogy most erre nem rágott be senki, pedig ugye... Nem, hát mentsünk ide is egyet. Megyem. Ugye mennyit? 5-öt lehet menteni. Mindegy, mentsünk ide. Ezt most... Amíg a harmadikat ki nem nyírom, azt többet nem mentek, mert szerintem nem ennyiből fog állni ez a pálya. Most itt ellövöm a mentéseimet, ugye. Mert ugye 5 mentésem van ezen a pályán, és ez minden pályám. És a szívás... De mindjárt óra 10 van, és akkor elvileg innen elindul a motoros futár, ott van a kettes, ugye pont azt nézem. Kicsit uncsi, ez most nem olyan, mint a GTA, de... Most hát... Ugye nem, én most izgulok egy picit, hogy egyáltalán ne támadjon be senki se honnan, de nem úgy néz ki, mintha most vették volna. Tehát lelőttem ott 3 embert. Semmi. Hát, hogy nem jó szögből közelítem meg a dolgot, de mászunk ide át. Hát, mert mondjuk itt hátulról...
Hát nem. Merre? Igen, erre jön majd a motoros zsernye. Ez, ó, hát ez zseniális. Ez tökéletes lesz. Na nézzük. Jó, tudom, ez most annyira nem tűnik túlságosan mozgalmasnak, és de ugyanakkor idegörlő. Tehát nekem most speciál, nem tudom, hogy fog kivágódni, meg hányan vágódnak ki. Most már kéne, hogy induljon lassan. Nem lehet, hogy még egy perc. Nem látom ezen a szarórán, hogy most ez mennyit mutat. Ez 13 óra, akkor most 9 van, nem? Hát mindegy, akkor várunk ki. Akkor addig iszunk egyet. Jaj. Egészségünkre. Na jó, nem azért háborúba ért nem csinálunk. Nem odafigyelünk, nem iszunk a izé közben. Nem is mentem, de ott nem is volt motor. Tehát az egy szoba volt. Ugye a legelején oda mentem, ott kezdtem, és ott egy ilyen távközlési lófasz volt. Nem a legelején, az miután elbuktam, nem tudom, hogy egyára. Most fog indulni, szerintem most lesz óra 10. Na. Hol az anyámban? Mikor jön? Nem hagyta el. De hallom. De bazd meg, ez mellőlem jött. Hát ez csalt. Vagy ez lehet, hogy onnan indult ki, csak rosszul jelöltett térkép. Ó, bazd meg. Na hát, és akkor most visszamegyünk igazából oda. Hát és akkor ugyanonnan lelőjük, ahonnan a... Hát ez majdnem megtréfált. Mentsünk még egyet. Mikor az óra 15-kor? Ó, azért addig még van idő. Nem, igazából nem tudom, tehát nem szabad senki se közel menni nagyon, mert hogyha... Most azért nem értem, hogy ott azt a három embert kinyírtam. Tehát ott azt a három embert kinyírtam. Na jó, vegyünk be egy izét. És nem lett belőle semmi, ugye? Amikor nem tudom hányszor rontottam el az elején, akkor ugye az volt a baj, hogy ott lelőttem. Mondjuk lehet, hogy közel mentem a motoroshoz, és ugye a motoros is meghallotta, hogy valami lövöldözés van. De hát szerintem, tehát ilyen lövéseket, meg azért ott vannak a hullák. Tehát, hogy ez, na mindegy, nem értem. Jó, hát... Nem mai játék, tehát nyilván ne keressünk benne ezért logikát, egy rációt, de remélem, hogy most oldalról nem jöttök. Nem, jó. Ezért kinézünk oldalra is, hogy tiszta a terep. Na, hát akkor negyed, mi ez, negyed kettőig kell várni, és akkor utána jön a kávé. És akkor negyed kettő után egy kicsit így szuszhannunk, meg
szuszókálunk, elmegyünk ebéd utáni pihenőre, ugye? Ja, mi van most? Hol van a izé? Hol van a 60 ember, meg a 105 ember? Amúgy megnéztem hétfőn, nem 60 valamennyi volt a maximum, amit én láttam, hanem a statisztika szerint, amit utólag visszanéztem, a legtöbb a 105. Felfoghatatlan. Tehát, hogy jött 105 ember ide? Nyilván a GTA-ra, tehát ez mondjuk oké, okay, na de hát akkor is tök jó. Én remélem, hogy holnap a Mafia Definitive Edition-öm szép létszámmal leszünk, mert azért az csak érdekel pár embert. Na. Menjünk egyet. Na. Szerintem ezt a motorost is itt simán lekapom itt messziről. Így. Ez jó lesz. Na, mindjárt 4:30, vagy 4:42, jaj, húha, mi lesz most? Vajon? Ez az, röpködnek a bombák a fejünk fölött, mondjuk most egy repülőgépet nem nagyon látni. De úgy azt tök jól megoldották, azt nem tudom, figyeltétek-e, hogy azért így a... Tehát figyelnek a körítésre is, mondjuk addig nem kell figyelnem úgy semmi, úgyis kiírja, hogy elindult a motoros. Hogy repülnek ilyen repülőgépek meg izé, de mondjuk most éppen speciál nem. Azt a kurva, az mi? Szivárvány. Nézzétek már! Beszarás szivárvány. Ez eddig is itt volt? Na, elindult. Jó van, na figyelünk. Gyerekek, ezt leszedjük. Úgy leszedem, mint a... Ja, hát a San Andreas, jó, hát az oké, okay, az mégiscsak San Andreas. Na már jön, júj. Júj, de izgulok. Júj. Ez az, na, Nikó jön már. Szerintem az már elő... De nézd meg, ugyanúgy fogja a kormány, mint a másik. Ugyanúgy lőttem le. Tök jó. Na, mi a cél? Hú, jó, cél 4. Mi a cél 4? Itt is földészeles parancsnokát, ezzel késedetve a Schlossnak küldött erősítést. Menekülj ki a területről. Hát akkor most visszaszaladunk oda. Onnan kiszedem mindjárt az emberünket. Hol van? Nem emelett cél 4. Hol az anyámba lehet? Ott van egy ember, de szerintem ez nem... Vagy lehet, szerintem ő itt van ebben a szobában, nem?
egyébként azt nem itt lesz benne ebben a cuccban. Ugye? Nem látom, hogy hol. Akkor hova kéne kimenekülni? Futás van! Ne akadj meg! Jó, és egyenesen is jöttünk a kanyarnak a végén. Ez az. Király. Parfümeri. És a parfümeria így van. Elmentem az előrehaladást. Hát, mit tudom én, legyen ez. Jó, illetve őre mentjük. Jó, és szerintem bele is vágok a FIFA 20-ba, egy kicsi FIFA 20-ezunk, hogy azért, ugye most már az Európai Szuperkupa döntő is, hogy azért annak a második fél idejét meg így elcsúsztam, tehát 10-ig terveztem. Nagyon zajongani is akarok azért már 10 óra után, úgyhogy most ezért elnézést, mert a kulpa az én hibám. Ja, úgyhogy gyorsan belevágok FIFA 20-ba is, kb. 2 perc, se 1 perc, mire kontrollált erőszedem meg itt mindent elkészítek. És jövök egy kis Arzenállal, és ugye elvileg, ha jól számoltam, mert jól számoltuk múltkor, ugye most jön majd az európai, vagy ami ez a Európa Ligának a fenéket döntője, nem még az elődöntője. Ez van annak talán a visszavágója, mert az odavágót talán már lejátszottuk, ha jól emlékszem, és döntetlenre. Mint hogyha írem lenne, de mindegy, majd kiderül. Úgyhogy ne menjetek nagyon messzire, mert max. Egy perc, de inkább egy pár másodperc, 10, 15, 20, és jövök a FIFA 20-szal. Köszönöm, hogy itt voltatok, maradjatok itt, és aki esetleg majd YouTube-ról nézi vissza ezt a felvételt, és a Sniper Editnek ezt a részét, hát minden elismerésem az övé, hogy végig tudja nézni, vagy végig tudta nézni, ami azt jelenti, hogy akkor tetszett neki, vagy legalábbis érdekelte, hogy mi lesz a vége, úgyhogy remélem ezt egy like-kal azért fogja majd jutalmazni. No, egy perc szünet, és jövök vissza az élő adásban. Szevasztok!